Na nézzük akkor ismét a Kemmel egyenest, kis Norbi szélárnyékot fog, és vajon le tudja védeni majd ezt Tóth. Védi a belső évet, próbálja fogni ezt a pozíciót, kis Norbi megy ki a külső évre, és hozza magával Báldi Gergőt, Báldi Gergő próbál a külső éven maradni még, és... hát, meg lesz az előzés, meg lett bizony. Kis Norbi átveszi a vezetést. Egészen kitűnő ez az eredmény tőle. Báldi esik vissza a baloldal. Hoppá, mekkora sérülés van az autóján. Báldi Gergő versenyének vége. Mi történt Báldi Gergővel? Teljesen tropára tört az a Porsche. Dirib darabokban. Hát, a hidegvérét azért megtartja. Azt láthatjuk, hogy jobb fönt Tóth és Kis az első helyeken. Valamiért Leitnerrel is történhetett, mert nagyon visszaesett. Lehet, hogy ők akadtak össze, Báldi Gergő és Leitner Norbi, vagy pont aki forgása volt, ami problémát okozott. Tóth szántja föl a pályát, gyakorlatilag nyírta ott a füvet az ív mellett, és kis Norbi továbbra is gyepálja, próbál visszajönni az élre. Az időmérő edzés a második versenyre már nem minősíti a versenyzőket, annál inkább az itt elért pozíció, tehát aki adott esetben mondjuk a 30. helyen ér célba, az is ugye a 30. helyről, tehát a középmezőnyből kezdheti majd a verseny. Tasi Attila alig tudja megfogni az autót, Csikóssal akadtak majdnem össze. A legutóbbi bajnokság harmadik helyezettje, Tasi Attila fogja a fejét, hát majdnem sikerült összehozni a nagy csodát. Tasi és Csikós konkrétan kiesik. Mi történt velük? Csikós Dominik, a legutóbbi bronzérmes. Kilökte Tasi. A Tasi Attila kigyorsítás során meglöki hátulról Csikós Dominikot. Ez is lehet látni a pálya széléről, a homok, a kavicsit láthatjuk a puhonban, mennyire koszos az ív, konkrétan az ív. Arra is azért figyelni kell, azon is meg lehet ám csúszni ezekkel az autókkal természetesen, nem hiába van ott az kiemelve. Így van, nem csak grafikai a történet, hanem valójában el lehet dobni ott az autót, közben pedig Leitner Norbi próbál följönni Lázár mellett. Próbálkozik egy előzéssel, tartja még magát Lázár, Leitner azonban hozza magát a külső éven, ami most már belső év lesz, és jobb pozícióban van a BMW-vel, úgyhogy Leitner Norbert följön a 9. helyre, ő is egy régi motoros itt az iRacingben. Több mint 2 másodpercre már, majd 3 másodpercre is el tudott szakadni a verseny bizonyos pontján Bucsi Attila. Most 2 másodperc egészen konkrétan Szilvásival szemben az előnye, és neki dolgozik az, hogy Szilvási mögött torlódik a mezőny, és ebből valószínűleg egy nagy küzdelem lesz még a verseny során. A jobb alsó sarokban láthatjuk azt, hogy milyen végsebessége lesz majd Szabónak itt a Camel Streetnek a végén, hogy 2.30 fölé is megy, majd hogy nem eléri a 2.41-et, sőt, ott a 240, amíg afölé is kúszik az a sebességmutató, 1 km óra. Szabó elmegy Viski mellett a belső íven, és ezt próbálná amúgy ebben egy az egyben kihasználni Rós András, de nem tette be Viski mellé az autóját. Rós András a 4. helyen most már Viski mellett tudott elmenni, és a címvédő jön föl. Bucsi előnye pedig közben 2.5 másodperc már. Folyamatosan növeli, folyamatosan szakad el a többiektől, futja a jobbnál jobb köröket. Itt pedig Szabó az, aki megpróbál Szilvási mellett elmenni. Talán az egyenes végén sikerülhet is, Szilvásinak nem sikerül levédeni az ívet. Ott maradt a külső éven, és gyakorlatilag nyitva hagyta a kaput Szabónak, aki így el is megy. Egy rövidebb féktáv, egy szép kanyarvétel, és már a második helyen Szabó. Viski Róbert közben az előbb Szilvásival óriási küzdelmet vívtak, most pedig Leitner Norbert próbálja letolni. 27-essel látjuk Leitnert, mind a ketten elhagyják egy kicsit a pályát, Leitner kívülről próbálkozik, Szilvási pedig ennek a csatának lehet a nagy nyertese, ugyanis ezzel ellóghat egy kicsit. És mivel már az utolsó körről beszélünk, ezek nagyon fontos küzdelmek, nagyon fontos pillanatok, és az is nagyon fontos történés, hogy Viski elhagyja a pályát, ezzel kap egy pályaelhagyási pontot is, egy incidens pontot, azonban meg tudja még tartani. Leitner Norbert átveszi tehát tőle ezt a 6. helyet.